Támadónak léptek fel a rendőrök a magyar-román meccs után a Célpont riporterével szemben. Kollégánk éppen egy intézkedést rögzített kis kézi kamerájával. Azt rögzítette, amint 6-8 rendőr egy embert igazoltat és egymásnak lögdös. Amikor az egyenruhások észrevették, hogy videón rögzítik őket, az egyik rendőr kollégánk felé lépett, társa pedig hátulról kicsavarta a kamerát tartó kezét és tomfával fenyegette. A Célpont riportere ekkor szólt a vele lévő operatőrnek, hogy rögzítse az eseményeket. A rendőrök erre beültek terepjárójukba és távozni készültek. Egyikük előtte még egyezményes kézjellel adta tudtára stábunknak nem tetszését. A rendőrség azt ígérte, amint megkapják a felvételeket, kivizsgálják a történteket. Összesen 13 embert állítottak elő a rendőrök a magyar-román meccsel összefüggésben. Többségüket garázdaság miatt fogták el, egy embert pedig azért állítottak elő, mert ellenállt a rendőri intézkedésnek. Egy rendőr megsérült, információink szerint eltört a lába, de nem a szurkolók okoztak neki sérülést. A budapesti Dózsa György útnál a szurkolói kemény mag rendezvényét követően tört ki verekedés. Először két drukker verekedett össze egymással, majd amikor a készenléti rendőrök megrohanták őket, a többi szurkoló rájuk támadt. Több száz rendőrt vezényeltek a helyszínre, akik a metró megálló felé terelték a tömeget. Néhány szurkoló üvegekkel dobálta meg az egyenruhásokat, akik könnygázzal válaszoltak. Egy rendőrautó hátsó szélvédőjét is betörték a drukkerek. A rendőrség a Magyarország-Románia labdarúgó mérkőzés kapcsán összesen 13 személyt állított elő, 7 személyt garázdaság bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt fogott el, 2 férfit pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés elkövetése, 1 személyt közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása, 1 személyt garázdaság szabálysértése, további 1 személyt jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség, valamint 1 személyt személyigazolvánnyal kapcsolatos szabálysértés miatt állítottak elő az este folyamán. Még az ultrák a Dózsa György úton a Puskás stadion bejáratánál szurkoltak a magyar labdarúgó válogatottnak, addig az 56-osok terére az MLS szervezett közös meccsnézést a drukkereknek. Ez a rendezvény komolyabb rendbontás nélkül ért véget. Az utolsó percben lőtt góllal egyenlített Románia a magyar labdarúgó válogatott ellen a világbajnoki selejtezők D csoportjának péntek esti budapesti mérkőzésén. Egervári Sándor együttese ezzel együtt is megtartotta második helyét a csoportban. A zárt kapus találkozón a magyar együttes jobb volt a románnál, erről ír a román szaksajtó, amely élesen bírálja Viktor Picurka szövetségi kapitány csapatának budapesti teljesítményét. Azt hangoztatják, hogy a román csapat csak a szerencsének köszönheti, hogy sikerült döntetlent kiharcolnia. Így nézett ki a Puskás Ferenc stadion a Magyarország-Románia világbajnoki selejtező mérkőzésen. Az üres lelátók előtt Vancák és Dzsudzsák góljaival hiába vezetett kétszer is a magyar válogatott. A románok a hosszabbítás utolsó percében 2-2-re mentették az eredményt. Én a mérkőzés előtt egy jobb román válogatottra számítottam, így mérkőzés után azt mondhatni, hogy igazából mi vezettünk végig, tehát a románok futottak az eredmény után. Ezt a mérkőzést ezt meg kellett volna nyerni, de hát az élet az ilyen. Most 2 pontot elvett, reméljük, hogy a jövőben ezt visszakapjuk. A szövetségi kapitány szerint a magyar csapat jobban játszott, mint a román, de amikor fontos lett volna, nem tudta megtartani a labdát. Így a következő fordulókban bravúrokra lesz szükség. Ezen a mérkőzésen azt azért megtapasztalták a játékosok, hogy ennél a román csapatnál ma jobbak voltunk, és megérdemelt volt a vezetésünk 2 alkalommal is. A hitünket azért nem szabad, hogy elveszítsük éppen ennek kapcsán. Egy biztos, hogy Törökországban egy egészen más hangulat lesz. Mondhatom azt is, hogy jobb képességű játékosokkal fogjuk magunkat szembe találni, de ha a szervezettségünk megmarad, akkor nem vagyunk esélytelenek Isztambulban sem. A válogatott kedden mérkőzik meg a török nemzeti 11-jel.